Cseh Tamás archívumot hoz létre az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budavári Önkormányzat. Az archívumban minden a művészhez kapcsolódó írásos kép, film és hanganyag fellelhető lesz. A könyvtár elsősorban rajongók, tisztelők gyűjteményeit várja. A képeket, a kéziratokat és a hangfelvételeket digitalizálják. Nincsen más, csak egy utca. 4 évtized, több mint 1200 dal. Összesen ennyi alkotás született a legendás szerzőpáros Cseh Tamás és Bereményi Géza tollából. Cseh Tamás olyan karizmatikus művész volt, aki egy szál gitárral, elsősorban a dalszövegeivel varázsolta el a közönséget, és hozta közelebb az emberekhez a költészetet. De filmekben is szerepelt, és önálló színházi estjei is voltak. Az Országos Széchenyi Könyvtár most minden kép és hangfelvételt összegyűjt a művészről, aki dalaiban Magyarországról, politikáról, szerelemről és bánatról énekelt. A könyvtár főleg rajongók felvételeire számít. Több mint 6000 fotó gyűjt már össze, számtalan videófelvételnek is a birtokában vagyunk, jelenleg ezeknek a feldolgozása és digitalizálása zajlik. A folyamatosan frissülő gyűjtemény az interneten is hozzáférhető lesz, és akár kutató munkához is segítséget nyújthat. A programot a Kulturális Államtitkárság is támogatja. Tudjam, találj már ki valamit. A többek között Kossuth díjjal is elismert művész 2009 nyarán hunyt el. Utolsó interjúját a Magyar Televíziónak adta, fél évvel a halála előtt. Hát, hogyha most egészséges lennék, akkor tudjátok, hol ülnénk a Vánékba, és rendelném az egész csapatnak a ezért erre ráadoznék egy pár forintot. Cseh Tamás január 22-én a Magyar Kultúra napján lenne 68 éves.